Tisztelt képviselőtársaim, hát rendkívül kíváncsi leszek arra, hogy a kormánypárti képviselők mégis milyen gombot fognak majd nyomni ezzel a javaslattal kapcsolatban a szavazáskor, hiszen az a kormány, amelyik szavakban küzd az illegális migráció ellen, és szavakban küzd a terrorizmus ellen, az egyébként egy önálló képviselői indítvány folyamányán fogadott el egy olyan törvényt és nyomott át az országgyűlésben, amivel több mint 20 000 embert engedtek be Magyarországra és a Schengeni övezetbe, mindenféle érdemi ellenőrzés nélkül. Ezek között az emberek között voltak bűnözők, ez konkrétan bebizonyosodott több esetben is. Ezek között az emberek között lehetnek akár terroristák is, és ezek között az emberek között, ugye 20 000 főről beszélünk, lehetnek olyan személyek, amelyek ellenérdekelt titkos szolgálatoknak az emberei. Olyan emberek, akik egyébként ezzel a magyar élethosszig tartó letelepedési engedéllyel eltölthetnek adott időszakot a Schengeni övezetben is, bármikor szabadon mozoghatnak. Ez a kormánynak a felelőssége, és addig itt, amíg szavakban beszélnek a biztonságról, addig önök azok, akik a kerítésen mondhatni egy hatalmas, nagy biztonsági rést ütöttek. És mégis miért tették ezt? Nem Magyarország érdekében, nem a magyar gazdaság érdekében, hiszen most már 18 milliárd forintos veszteséget okozott ez a konstrukció a magyar államnak, hanem pusztán azért, hogy Rogán Antal és haverjai megtömhessék a zsebüket azokon az offshore cégeken keresztül, amiknek kiszervezték a magyar állam kötvényeknek az értékesítését. Sehol a világon nincs ilyen, és míg a magyar kormány kommunikációs kormányzást folytat, addig érdemben nem cselekszik, és nemhogy nem tesz a magyar emberek biztonságáért, de folyamatosan saját döntéseivel alá is ássa azt, szüntessék meg ezt a konstrukciót. Köszönöm.